Hódmezővásárhelyen is elindult a könyvelhagyó délután programja. A Szent István Általános Iskola diákjai először a rendíthetetlen ólomkatona történetét hallgathatták meg a városi könyvtárban. Majd itt az első könyvelhagyó ponton veszítették el kedvenc mesés köteteiket, hogy mások is elolvashassák őket. A tengeren túlról indult útjára a könyvelhagyó délután ötlete. Magyarországon egy évtizede az orosházi könyvtár vette át a kezdeményezést, amelyhez most a Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola is csatlakozott. A játékszabály az roppant egyszerű. Arról szól a játék, hogy veszíts el egy könyvet azért, hogy azt valaki elolvassa, megtalálja, majd pedig ismételten elveszítse. És hogyha ezt a játékszabályt betartjuk, akkor gyakorlatilag végeláthatatlanul tudnak cserélődni a könyvek, melyeket előzetesen regisztrálni érdemes a veszíts el.könyvtár.hu-n, ami egyébként az iskola weboldaláról is elérhető most már, hiszen így nyomon lehet követni a könyveket, hogy éppen merre járnak ki, éppen a gazdájuk, több éven keresztül követhetőek a könyvek útjai. Könyvelhagyó pont lett a kezdeményező iskola két épülete, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ, a Németh László Városi Könyvtár, illetve több vásárhelyi olvasókör. A mozgalmat a Gyermekkönyvek Nemzetközi Napjához kapcsolódva indították útjára a városban. A Szent István Általános Iskola igazgatónője, Walterné Böngyik Terézia keresett meg bennünket személyesen, azzal a javaslattal, hogy az általuk indított könyvelhagyó mozgalom egyik könyvelhagyó pontja legyünk, és a mozgalmat elindító rendezvény kapcsán együttműködési partnerként vegyünk részt ebben a programban. Különleges helyzeteket kell teremteni, hiszem, hogy ma már az internet világában és a digitális könyvek világában a gyerekeket a könyvtárba és a könyvtár és a könyvolvasáshoz csábítsuk. A Szent István Általános Iskola 220 alsó tagozatos diákja regisztrált és hozott könyveket a könyvelhagyó délutánra, de a felsősök is 156 elhagyni való könyvet gyűjtöttek össze. Az egyik osztálytársam a Holló meg a Rókát, meg más mesék, a másik meg egy Geronimót. Tóth Sándor Tamás, a program helyi megálmodója, 5 éve orosházán veszítette el egy könyvet, amely azóta már Londonba került. Így nem kizárt, hogy egészen messze jutnak azoknak a gyermekeknek a könyvei, akik a mai napon bocsátották hosszú vándorútjukra kedvenc mesés köteteiket.